Darovanje krvi je dôležité vždy. Je dôležité, lebo nám poskytuje liečebné možnosti, ktoré nejakým iným spôsobom nevieme nahradiť. Virradásra buzdít a Dunaszerdahelyi Kórház hematológiai és transfúziós osztálya. Járvány idején ugyanis különösen nagy szükség van a vérre. Az óvintézkedések bevezetése óta azonban jelentősen csökkent az önkéntes véradók száma. A véradás megszokott feltételein kívül most vírus megelőző előírásokat is be kell tartani. A véradó, hogyha véradásra jön, akkor elvárható, hogy 2 hétig ne legyen külföldön, ne legyen érintkezésre olyan személlyel, aki külföldön járt, vagy eventuálisan pozitív COVID-teszttel rendelkezik, vagy 2 héttel ezelőtt voltak, megjelentek nála valamilyen megfázásos tünetek, mint ahogy ismertek a köhögés, száraz köhögés, fulladás, fejfájás, izomfájás, ízületi fájások, hőmelkedés, láz. Egy véradás után is meg van figyelve, hogy a véradó a rákövetkező 2 hétben nem betegszik meg. Erre az esetben kénytelenek vagyunk azt a vérkészítményt kivonni a forgalomból. 133 ember vette volna át mai napon a ünnepélyes keretek között a érmét, és megmentettek egybe 7878 ember életét. Hát ha ezért nem hálás a társadalom, egymás iránt nem leszünk tisztelette, akkor nincs értelme az egésznek. A Szlovák Vöröskereszt Dunaszerdahelyi területi edlete minden évben kifejezi háláját és elismerését a járás önkéntes véradóinak, akik tavaly közel 1200 liter vért adtak. Idén a járványügyi intézkedések miatt központi ünnepséget nem tartottak. Minden település külön adja át az elismeréseket a saját véradóinak. Dunaszerdahelyen 23 véradót tüntettek ki. Ők az elmúlt évben összesen 250 liter vért adtak, ezzel csak nem 1700 ember életet mentettek meg. A legrangosabb elismerést a Knyazovicki emlékérmet a dunaszerdahelyi Peter Kocsisek is kiérdemelte, aki 110-szer adott vért. Keď tú krv potrebujete, tak ani zdravotná poisťovňa, ani lekári vám ju nevedia dať, keď sa nenajdu ľudia, ktorí prídu a darujú. Teraz chodím každý rok. Zo začiatku som chodil tak raz do roka, bohužiaľ. Teraz chodím asi tak 3-krát do roka. Pri každom darovaní sa robia prehliadky, testy, takže človek je aspoň si istý, že je na tom zdravotne v poriadku. Dúfam, že môj syn alebo dcéra bude pokračovať v tom, čo ja robím. A jelenlegi vérhiányhoz hozzájárul, hogy a koronavírus járvány miatt betiltották a mobil véradást. A véradók hétvégén nem tudnak a lakhelyükön vért adni. Erre jelenleg csak a Dunaszerdahelyi Kórház hematológiai és transfúziós osztályán van lehetőség. Minden évben átlagban azt a 30 mobilis véradást meg tudjuk csinálni. Hát sajnos, ami ki volt tűzve októberi hónapra 3-4 mobilis véradás, az törölve lett. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy szombat-vasárnap kiesett, per nap on 40 véradó. Most, aki vért megy adni Dunaszerdahelyi Kórházban, az itt is marad a vér. De viszont, ha szükség volna valamelyik más városba fekszik a Dunaszerdahelyi lakosú paciens, akkor ugyanúgy tudjuk biztosítani neki a vérkészültséget, és akkor névre szóló véradást tudunk toborozni. Dunaszerdahelyen a kórház hematológiai és transfúziós osztályán eddig kedden és szerdán lehetett vért adni, reggel 7 és délelőtt 11 óra között. Az eddigi 2 napot most kibővítették, már pénteken reggel 7 és délelőtt 10 óra között is van lehetőség véradásra. Időpontot a képernyőn látható telefonszámon lehet kérni.